Egyre jobban körvonalazódik annak a lehetősége, hogy mégis módosítják a pénzügyi törvénykönyvet, amelyet Klaus Johannis államelnök újratárgyalás véget visszautalt a parlamentnek. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke a napokban azt nyilatkozta a Radio France Internationalnak, hogy nem kockáztatható a makrostabilitás, ezért első lépésben kisebb mértékben kellene csökkenteni az áfát. Ez összecseng az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt javaslatával. Az eredeti változat mellett kitartó szociáldemokraták így a kormányzati partner UNEP-ére szavazataitól függenek. A pártelnök Gabriel Opriát csütörtökön kijelentette, tárgyalóasztalhoz hívja a parlamenti pártokat, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a pénzügyi törvénykönyv kapcsán. Az eredeti változatot júniusban még gyakorlatilag egyhangúan fogadta el a parlament.